Kedves nézőink, amint azt tegnap a Pécs TV-ben önök is figyelemmel kísérhették, soron következő ülését tartotta a Pécs város önkormányzatának közgyűlése. Ma délelőtt a közgyűlés napirendi pontjairól, illetve az azzal összefüggő kérdésekről sajtótájékoztatót tartotta. Ma esti vendégünk dr. Toller László, Pécs város polgármestere. Üdvözlöm, polgármester úr. Röviden összefoglalná a sajtótájékoztató lényegét. Három kiemelt téma és néhány mellékes téma szerepelt a sajtótájékoztatón. Elsőképp mindenképp a politikai kultúráról kellett szólnunk, hisz a közgyűlés életében úgy tűnik, hogy néhányan háborús helyzetet képzelnek el, holott szó sincs háborúról. A második kiemelt téma volt, hogy az intézményrendszer és egyáltalán a költségvetés szerkezetének az átvilágítását megkezdjük, és a harmadik kiemelt téma a város köztisztaságáért indított akció. Akkor talán kezdjük az elsővel. Ön régebb óta kifogásolja a közgyűlés politikai kultúrájának a mienségét. Igen. A legnagyobb gondom ezzel az, hogy elismerem, hogy nem kell mindenben követni a várost kormányzó koalíciót. Elismerem azt, hogy pártok között lehet még ideológiai, szakmai ellentét is akár. Azt is, hogy ugyanazokból a tényekből eltérő következtetésre jutunk. De feltétlenül megtagadom és tagadom azt, hogy ennek olyan véleménynyilvánítások formájában kell megjelenni, amelyek drasztikusak, becsületsértőek, alaptalan gyanukat keltenek egyes képviselők, vagy a képviselő testületben már nem lévő személyek, személyiségek iránt, és visszaérnek néhányan azzal a közgyűlésben, hogy övék a mikrofon, övék a képernyő, és bármit szabadon mondhatnak akkor, amikor nincsenek ott azok, akikről beszélnek, módjuk sincs arra, hogy a széles közvélemény előtt megvédjék, ha ugyan védelemre szorulnak saját magukat. Ezzel nem nagyon határozottan szeretnék fellépni. Az SNS módosításban is vannak ilyen lehetőségek, amelyet a közeljövőben megcsinálunk, de szóval nagyon csúnya dolog az, hogyha egy képviselő mentelmi joga mögé bújva vádaskodhat, hisz tudja azt, hogy a parlamentben esély nincs arra, hogy egy alapbecsületsértés tekintetében kiadják. Erre vonatkozóan van valami elképzelése, hogy miként lehet ezt mondjuk finomítani, miként lehet ezt kulturáltabbá tenni? Én azt hiszem, hogy a városvezető koalíció példát mutat ebből, hisz egy napi rendelőti hozzászólásra 12 nem koalíciós hozzászólás jut, és jutott a tegnapi napon is, tehát az önmérséklet, a józanság, az mindenképpen talán követendő példára talál. A másik, hogy remélem, hogy a nem kormánypárti, vagy nem városkormányzó párti oldalon is lesznek olyan képviselők, akik önmérsékletre intik, hogy mondjam, néha már elhíresült társaikat. És ehhez tartozik még a politikai kultúrához az, hogy mi soha nem értünk a vita lezárásának a ügyrendi eszközeivel, és ugyanazok a képviselők, akik agyonbeszélik a közgyűlés, panaszkodnak arra, hogy éjjel egykor már nem tudnak odafigyelni. Mi azért oda tudjunk figyelni, és felelős döntéseket hozunk, így nem igazán helyén való az a sajtótájékoztató, ami egy hete tárgyban történt. Polgármester úr, ön még két pontot említett, amiben szívesen elmondaná a véleményét. Igen, mindenki tudja a városban, csak néha elfelejtik, és mikor súlyos döntéseket kell hoznunk, akkor szintén elfelejtik, hogy ez a költségvetés, amelyet február 19-én elfogadott a közgyűlés, ez a 920 millió forintos és abszolút kezelhető hitelállományával nem merült ki a hiány tekintetében, hisz van egy olyan ingatlan értékesítési csomag, 1,3 milliárdért, amit nem szeretnénk teljesíteni, de hogy a költségvetés egyensúlya meglegyen, teljesen természetes, hogy elindultunk egy ilyen úton is. Ugyanakkor keressük a bevételi oldalon is a lehetőségeket, hogy javítsuk a költségvetés egyensúlyát, a kiadási oldalon pedig egy feladatorientált feladaton, gyermeklétszámon és egyáltalán feladatellátáshoz igazodó költségvetési kiadási oldalt szeretnénk megvalósítani, ami annyit jelent, hogy a költségvetés teljes szerkezetén szeretnénk keresztülvinni a takarékos, észszerű gazdálkodást, megnézve, hogy a teljesítéskor mihez kell ész, mihez kell szervezés, és ehhez rendeljük az eszközeinket. Ami annyit jelent, hogy
nem arról van szó, hogy kiszemeltünk néhány iskolát vagy oktatási intézményt a bezárásra. Ez egy alaptalan legenda, lesz a folyamatnak ilyen terméke. De ez korrekt módon fog történni, a személyi humánpolitikai kérdéseket megfelelően kívánjuk kezelni, és ne érezzenek a fenyegetettséget. Az egész város érdekéről és hosszú távú érdekéről van szó, mikor a költségvetés átvilágításáról beszélünk. Polgármester úr, most tessék szó arról, ami tulajdonképpen Pécs külcsínyét határozza meg, vagy hát nagyon sokak kifogással élnek. Vagy. Önök tettek egy ígéretet, és most itt a tavasz, és itt a nagy takarítás ideje. Igen, már a tavaszi nagy takarítás az félreérthető néhány éve a magyar nyelvtanban. Itt valójában egy takarításról van szó, egy várost rendező takarító mozgalomról. Egyrészt biztosítottuk a költségvetési forrásokat, hogy azok a vállalkozások, amelyekkel szerződése van a közlemi RT-nek, érdemben és eredményesen végezhessék a takarítási, parkosítási akcióikat. Ezt azért a korábbinál szigorúbban fog ellenőrizni, hogy így történt-e. A másik, hogy új forrásokat vonunk be a takarítás történetébe, amely hát talán réginek és ózsdinak tűnik, de a közhasznú foglalkoztatás eszközével és fegyverével kívánunk élni. Április 1-től 40 közhasznú munkás dolgozik, most ezekben a percekben is talán, a közterületeken, és jelentősebb kézi erős takarítást végeznek olyan helyeken, ahova a gépi eszközök vagy éppen szerződés ellen nem fedett területek miatt kevesebb figyelmet fordítottunk. És a húsvétra tekintettel az egyházat megkérdeztük, hogy hol lesz körmenet, és a körmenetek útvonalán még fokozottabban takarítottuk ki a környezetet, és ehhez még egy tartozik, ez mint egy 100 közhasznú munkás foglalkoztatást jelenti folyamatába, tehát új erők jelennek meg a köztisztaság egén. A magyarul azért az utcasöprés újra divattá válik, viszont nagyon kérem a lakosságot, hogy egyrészt a kitakarított, kitisztított területeken a szemetelésre az eddiginél jobban vigyázzanak, és mindenki próbálja meg a saját portája körül is rendbe tenni a közterületet és a saját környezetét, és ehhez ez nem fenyegetés, félreértés ne esik a tegnapi közgyűlésen, mint hogyha fenyegetettséget éreztek volna néhányan azért, mert ellenőrizni kívánjuk a korábbi mindenféle tevékenységet, ami a hatósági eszköz palettába tartozik. Tehát a közterület felügyelők fokozottan fogják ellenőrizni a város különböző területeit, és nem csak a belvárost, és elsősorban a felszólítás eszközével fognak élni ahhoz, hogy rend legyen, de hát, hogyha ez nem hat, akkor teljesen természetesen hatósági, ez palettának van más eszköze is. Ön is említette a húsvétet, két napos ünnep következik, azt hiszem, hogy valamennyiünknek alkalom lesz arra, hogy legalább ezen a két napon elgondolkodjunk a világ soráról, megpihenjünk, relaxáljunk. Én remélem a relaxáció az békét is jelent, békét a családokban, békét a szűkebb környezetünkben, és békét a világban, amely reményeim szerint teljes lesz az elkövetkezendő időkben, és azon is gondolkodjunk el, hogy melyik azok a pontok, ahol kapcsolódhatunk embertársainkhoz, és ne azon, hogy mi választ el bennünket. Én nagyon kellemes húsvét ünnepeket kívánok Pécs polgárainak. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és mi is kellemes ünnepeket kívánunk önöknek. Köszönöm szépen.